Sziasztok, itt újra Heroes 4 végigjátszása. Most folytatjuk a kampányt. És valami megint akadozik a játék, ami ugye vicces, ilyen régi játéknál, de hát ilyen nem mindezt 10-re tervezték. Ó, basszus, mennyi hős. Mindenkit tovább viszek, az... Ja. Ez egy új hős. Sir Kentain! És ő is tud ijászkodni, ami egy nagyon jó dolog. Kapja meg mindenki őrző köpenye és 20% mágiaellenállás kap, az sem rossz. Ups, utolsó kísérletképpen megadályozzák a vélont, a szörkentén és Zazet úrnő közösen írtak levelet fiúknak. Nyilvánosztették, hogy hamarosan elfőzik és kinyertek neki, hogy adja meg magát, mert még több ártatlan ember pusztulna el. Kedvesek voltak, biztosították fiúkat, szeretették őket, mert azok állni, amit azt tett. Szörkentén pedig bocsánatot kért tőle, amiért nem töltött vele több időt fiatalabb korában. Miután Zazet felolvasta a levelet, Lüzender úrnak így szólt. Azt reméltük egyik hívnek, hogy elviszi ezt a levelet fiúknak, Paladonval. Lizander megfogta a levelet, természetesen úrnőm, valójában fegyvernököm, miután fogja kézbesíteni a levelet, mondta Lizander, és közben kezembe nyomta a pergament. Ízmei megfeszültek, miért én? Később után szörkent én és Dazert úrnő támazott Lizander, leült velem szemben, bizonyára észrevette rajtam, hogy nyire meglepődtem, mert csak tömagyarázkodik ezben. Még az ászlónat fogsz utazni, Milton? Biztonságban lesz vele, de miután átadtad a levelet Whartonnak, azt akarom, hogy négy szakadt a nagy szemek közé. Meg kell majd mondanom, mennyire hűségesek. Meg kell mondanod, hajlandóak életüket áldozni azért az emberért. Csak te az ítéletedben, csak a te ítéletedben visszatok, Milton. Köszönöm, uram, mondtam, minden teremt eltöbb meg fogok tenni, tudom. Hát... Te kapod meg. Ez most jó volt. Mindenki kapja meg, csak ő. Na, hát nem is tudom, hogy először ezt szedjük, vagy inkább aztán megyünk arra. Állapérkű kitüntetése, ez mi a franc? És ez megkapja. Szerintem itt egyiknek sincsen. Lehetett volna jobb is a helyzet. Nézd, itt mit kell egyáltalán csinálni? Jó, le kell csak jönni a Whartont, hát. Kösz. Ez nem én fedezgetni. Hát az meg támadja természetesen. Már pont ugyanolyan. Ez csak nézelődött. Én azt a várt a sarokba szerintem elfoglalom. De jó, jó, az is kapu van, de jó. Nem baj, ezt legyőzzük most. Nem jöjjön tőlem. Remélem, ilyenkor ez a kellegánt mellé rakta, jól van. Ilyenkor ennyivel kevesebb XT kapu, de hát... És tudsz varázsolni, Léli, nem tudsz. Várjunk csak az egyik. Ja, ez szerintem... Mindig. Természetem az itt tudás csak egyre.
Hogy... Klacs! Itt van, jól van, kicsit nem vettem észre. Nem azt hallítok. Persze, hallítok ki, jó? Valami is jó lesz. Lótus. Bontást végzünk. Vissza is kapom ez a vicce dologba. Most nem tudom, ezzel bemenjünk erre. Nem lehet válogatni. Mégis szedeszegethetünk ezt azt. Utána már nem bírtam számot tartani, hány ellenséges járó állított meg utam sem. Minden egyes alkalommal el kellett magyarázni, hogy magának szervort annak üzenetet. Először, amikor csak szervnek neveztem, voltam hatalmas font, kaptam egy pálcékezt is kéztől. Arcomat hamosan véráztattam. Lefon hát királyról vesz az áruló, mondta a katona. Parancsaimnak megfelelően milyen a katona szemében nézte, a helyes szemében nem hűséget láttam, még csak nem is tűnt igazi katonának, nem. Azért ütött meg, mert én ezt az erőszakot, ilyen banitákat toborzott hát voltam a seregébe. Örökké kucskának ablakon majd dísz van a mutast, hátra bizonyíték utamra beszélték utas, mert nekünk Orton király volt, de szülejt, és akkor talán átengedünk. Jelenlő, hogy Serkentén és Dezett úrnő bejelentünk magunkat a torony őreinre. Szerencsére egy idős katona vezénylőket, aki sok csatában harcol Kentén mellett. Két férfi ezt elkezdik, az őrök hamarosan sem egyezetek róla, hogy nem volt az igazi király, és bocsánatot kérnek, amit igaz ember mellé álltak. Most sem töltem ezt, sem bánik, mert átmérszik. Na, először szerintem ezt leverem. A szintugrás miatt, aztán majd szétválnak útjaink egyébként. No. Ennek csak ez egy van. Akkor... Káosz hátő. Ennyire elvadattuk. Hoppá, nincs ennyi pénzem, ez komoly. Legyelve ennyit. Elvetetnék rá. Most a idézés, most a kurán arc. Akkor ezekkel addig itt mindent felszedek. Aha.
van valami. Még neki veszem, mert nincsen még seregem, szóval. Szörkentény, de ez a túl nagy fethetetlen hírnál szerencsére lengedek bizonyos sikerül megnyezni Rozanin lakóit arról, hogy nem voltanak a gyakorlatok trónjának jogosak és sököse. Végül a város lakói döntöttek Maridának a vitorlóval szemben. Na már az ennyi a város, nem is kell csinálni semmit. Rá, basszus, félre nyomtam. Szuper. Kinek egy káosz hárító, igen. Klacs. Jaj, én most nem tud lőni, vakker. Az gáz. Szavas fél az egyik megvan. Csak néhány kell. Mit írsz, hogy elvigyenek a csikősre lehet. Pont kelleni fog. Nincs szavas fiola. Egyben sincs. Na jó, mert ezzel minden szírszárt költök ezekkel szedni. A mással nem legalább ezre jók. Gyorsan, gyorsan a városházát. Ez ilyen alap. Állom. A kutya is hozzánk kell. Jó az. Hol a hárítás nincs. Hol a hárító, igen. Á, ezt kerestem. Oh, ez eléggé durva. Egy nemzetközi csapatunk ugye annyi ilyen ember kell hozzá már. Nem, neki persze örülök, inkább én érjük. Még jó, hogy nem.
kutyát. Egy jót. Egyelőre. De jó lesz védelemnek egyébként, bár nem lesz nála hős, de olyan összegünk kell. Erre felem egy, és kérdésen pénzt fog kapni. Ingyen lehetne valami válja. Ez igen. Valóan kapja az érkező, elmondta a nevet és utána célját. Nem engedlek Horta színe elé előbb, az udvarmester találkoztam. Vagy nem engedtek, bocsánat, azt hittem, hogy azt hittem, nem engedtek Horton színelé előbb, az udvarmesterrel találkoztam. A félő kövérebbnek tűnt, amikor legutóbb láttam, hogy sokkal több aranyíró volt Dundi ujjáim. Mégis miközben végiglovagoltam Paladin utcáin, az emberek szemben félelmetes aggodalmat vértem felfedezni. Horton elszedte az emberek minden vagyonát, hogy állni tudja Lisander úr lenni háború költségeit, és az egészből az udvarmesterhez hasonló emberek húztak hasznot. Miután az udvarmesterrel való rövid és széttelen találkozáson véget ért, szobába kísértek, ahol három napig kellett várakoznom. Az a hír terjed az országban, hogy nem is Fortan az igazi király, különösen azokon a vidéken terjed ez a hír, ahol nincsenek urak, hogy kell fogyanák a pegykád. Warrington városa úgy tartozott melléd áll. Ó, yeah. Ez túl szépnek hangzik, egyelőre szinte igaz legyen minden. Na jó, én azt mondom, hogy váljunk ketté, hát... Amondó vagyok. Hogy legyen a vegyes mártás. Felezzünk akkor mindent. Még akkor két seregünk lesz. Sincs sav, fiola. Egyelőre. Ezt nem tudom elfoglalni, úgyhogy jól röppenek ide. Kristályos robocska, az tök jó adna egy kristályt naponta. Nagy kérdés, hogy kiugrott már szintet, és ki nem. Sonnit a franc volt, ugye már emlékszem rá, de szerintem ők nem ugrottak, úgyhogy vele ugrunk egyet. Ja, itt vannak még ők is, ahol nincs erőd. Egy. Na, csak. Jó,
ti meg mentek erre fel. Na várjunk, csak valakiknél van savas, jó elvileg, ha jól emlékszem. Akkor az a másik. Ez lesz. Na, akkor ezekkel gyűjtjük a savas jóvalakat. Ajajajajajaj, nincs pénz, nincs pénz. Szokás szerint. Ők szóval ezekkel legalább hogy tudom szedni a cuccokat. Ugye egyrészt azt nem kell a másik hőssel, másrészt pedig azonnal mindent megkapok, megszerzek. Jó dolog az. Lehet, hogy most meg fogják támadni, és annyi nekik. Ezzel... Ah, pont elfiászt kaptam, ami tök jó. Úgyhogy egy köszönet. Jaj, éreztem. Jégdémon, az eléggé strapavírólám. Mindegy, kicsit meggyengítjük őket. Vagy nem. Vagy saját, hogy nem. Kicsit azért a kutyán. A más nem is. Nincs előtt ezeren basszus, hát viccenek is van határa. Basszus, ezt is meg fogja támadni. Nem tudok mit csinálni. Pacs, pacs, pacs. Ez jó volt. Oké, tovább erre. Te továbbra is erre mész, de miért megyek én arra? Azt az jó, mert tudni. És hol van egyébként az ellenség, ez is érdekes lenne, ha erre rájönnénk. Meg utolsó pályája a kampánynak, és nem tudjuk, hol az ellensége. Na, ott látom már a sárgát, úgyhogy akkor így is megvan. Basszus, 85-es, ez kicsit gáz. Jaj. Ez problémák lesznek. Ezt kicsit benéztem, itt még egy hős hiányzik eleve. Ó, jaj. Ojaj, problémák vannak. Jó,
nem egy jó hajósereg. Akkor lenne jó, hogyha találnék ember rá, de nem vagyok talán. Onnan a legjobb hősöket hagytam itt. Nélsen. Hopp, de itt a New Boy Start. Meg akár jó is lehet a drog. Mert ületesen nem voltam fogoly, mégis fogolyként bántak, hogy nem 3 napig őr állt az ajtó mellett, és mi a nélkül nem mehettem sehova. Ritkán mentem ki bárhová, és a katona szemében nézve bizonytalanságot és némi félelmet láttam, csak a munkát végezte, talán az is gondolkodott már, hogyan tudnak kikerülni innen. Megértettem végre, miért engem küldött bizony, de mindenki másra javazottam, mi a hűség, valamint szóval tükörben néztem, azt láttam. Nem tudni akart, hogy voltanak sikerült a hűséget ébreszteni emberével, mert ha nem, harc sokkal könnyebb lesz. Kopogtattak az ajtón, egy pillanattal később az ajtó feltárult, és valamint egy magasabb nő, akit valahogy is láttam. Széles vállai voltak, de egyébként csinos volt, különösen mozzanak, találtam még egy személy sarkában ő és szarkalábakat, melyek megdublászottak, mikor mosolygott a nő, itt áltozott nekem egy tálcán, hogy lehetett a javulak közeli kis asztalra. Szeretek az alapnál lenni, ott a szemésztésnek, mondtam, miközben széles a tártársalukat. Köszönöm, mondtam, mi történt a másik lánya? A 3 napig az a fiatal szolgálónál hozta be az ételmet. Betegnek tetted magát a kedvemért, suttogta. Azonnal elléptem az ajtóm, hogy ki vagy, te kérdeztem akkor. Az ilyen Porsche, te pedig bizonderú egyik ember vagy, igen? Igen, műtön felvérnek vagyok. Nem maradhatok itt sokáig, még gyanút fognak az őr, mondta gyorsan Porsche. Megfordult és hangosan csörömpölt a tálcám az ő kedvéért, hogy néhány további másodpercet nyerjen. Miért jöttél? Ennek két oka is van. Az egyik elég önző októl, nekem ehhez jelentkeztem önként. Meg kell mondanom neked, hogy bizonderú a szűkvárosokat mindegy ölték vagy börtönbe vetették. Haladon harcolni fog, mikor jöttök, de tudnod kell, hogy az emberek nem szeretik voltam királyt. Ezt már magam is tapasztaltam, mondtam. Porsche közelebb lépett, egyik kezét a vállamra ejtette, friss kenyér és fahéj illata volt. A mások okom miatt ide jöttem meglehetősen személyes jellegű. Jassz, hogy Proton Európa is Lüzender úrra utazik mostanában? Csak aggodalmat láttam a nőszerűen, és hamarosan megvilágosodtam. Ez ennél bizonyára Proton felesége vagy, ami még valószínűbb a szeretője. Csak egy szerelmes asszony aggódott ennyire egy férfi miatt. Ilyen az én szerencsém. Volt benne valami, elfettette velem a háborút. Igen, Proton úram egyik tanácsadója, és jól van? Az ajtón egyet kaptam a hinyét. Még gyorsan válaszoltam, igen. Ekkor Porsche hirtelen arcom vágott, a támadásról az ágyra estem, majd legugultam a földre. Én nem vagyok szalja uram, meg tisztellek azzal, hogy behozom az ételed, és te így hálod meg. Hagyj merészre. Kovágyó fejmenőr és észre ezt vettem az őrkanyán vigyorom. Porsche mindig háttal áltozőnek elvigyorolt rám a kacsintot, majd kihívarzott a szobába. Még mindig nem voltam egészen biztosabban, hogy mi történt, de talán gondolataim merészőnek majd, mikor a szoba abba a gyadröngélés. Nagy szerencsé van, uram, mondta azért az ő nő, legalább nem bántotta a lábait, azzal sokkal nagyobb kárt is átadott volna magában, vagy okozhatott volna magában. Majd becsukta az ajtót, és magamon hagyott fájdalommal. Így újabb város cselekozott hozzá a vitorul elleni harcban. Sajnos, Muldrun az utolsó város, ami mellé áll, mert a többi város lakói nem elég bátrak ahhoz, hogy mellé álljanak Porton jelentős seregével szemben, igazán nem hibáztathatod őket. Itt csak azokat nem is fejlesztettem, basszus. Ez mind tök jó, de nincs pénzem, basszus. Sincs. A problematika inkább az. Mindenki pénz. Fiatal ideges tettünk férfi állt anyájával. Tudnátok segíteni rajtam két nép közben elhaltok mellettem. Mivel igen olyan bonyolítottok a férfi ellen, semmi a baja. El kell jutatnom a terményemet a kereskedőzre. Közel van egy feldőzött választóban állóban, de nincs senki, aki hazazavarná őket. Ha ti fel tudjátok osztatni a tömeget, adok nektek néhányt a felesége, ha készít egy új dologból. Hát én megoldom, amúgy. Viszont itt nem voltunk. Ja, csak egy ilyen. Oké. Okay. Tehát akkor az ellenfél az gyakorlatilag itt alul van mindenhol. És utána a föld alatt is. Ó, oh, basszus, ez is jó helyre mentem meg. Nincs itt, nagyon jó, de itt is van egy város.
Újjá, ha még így megfogadom. Még jó. Még engem is erősített csatlakozással. Na jó, menjünk erre. Mondom, menjünk erre. Nincs semmi pénzem valamiért. Érthetetlen. Nincs pénzem. Ez egy erős sereg, csak lenne máshol is ilyen erős. Új, basszus. Klasszikus, találtam. Több embert szivat, és ezt szeretem annyira. Hát ez nem volt olyan vészes. Mint én azt elsőre gondoltam. Na jó, ez az szész egyik. Ez nekem a többit azt már. Savas fiola, na. Az a vicc, hogy aztán pont nem ennek kell. Vagy ennek kell szedni, már is tudom. De ez ide menjünk, itt van vagyunk. Szóval valami értetlen oknál fogva nem támadták meg mondani, hogy persze őrvendek, tehát ne hűtsétek félre. Na és őrvendek. Vár semmit nem érez a sereg, de ez jó. Na. Azt tudom, hol van itt paraszt, amit ő kell szabadítani. Igazán értem. Az egyik nap, amire találkoztam Sörvortonnal. Sörvorton egy gondosan kifaragott romszéket, mint amely annyira új volt, még hogy le sem volt festve. Bár nem viselt koronát, hosszú kékszínű sejem köpenyt, viselt őrében pedig a hamis bátmahát pengetekét. Hosszú elég bámultam a kardot, de semmilyen különbséget nem jutott felfelezni az igaz és a hamis között. Van valamit a számomra? Fejbernek kérdezte volt, hogy nem teltem, majd a magas rendben találtam hozott felmutatlan levelet. Tronteremben összegyűlt urakra és rogokra kacsintva így szólt. Biztos nem feltétel nélkül megadásról van benne szobalmas úr részéről. Igaz. Az állkapcsolat összeszorítva állt, amíg a többiek hangosan kacagtak. Túlzott magabiztosságban az őrök nem vették át olyan az étkezésekhez használt kést. Még mindig ott volt övemben elrejtve, Lizander megtett rá egy pengényet, mindig tartsam borotvegesen. Akkor is nem használom őket a csatában, így most eszembe jutott, milyen könnyen előhúzhatnám a későmet, és elvághatnám meg az embertókát. Senki sem akar rajszottam volna ezt meg. Ekkor azonban eszembe jutott, Lizander úr megígért a szörkentének, de az a túlnek, hogy nem öli meg a fiúkat, és Lizander ígérete az én ígéretem is. Gyilkosság nem megoldás. Abban a pillanatban, ahogy elnöttem, nem támadok, eszembe jutott, lehet hamarosan megbánom, hogy elhozhasztottam ezt a soha nem visszatérő alkalmat. Nem felséges, úgy nyögtem ki nehezen utóbbi szavakat. A levelet magad a szülei szörkentén és az etulna írta. Az utóbbi szavakat nem kellett volna mondanom, különösen nem ennyi ember előtt, de dühös voltam, hogy a számla lehetséges egyetlen módon támadtam voltam. Voltam olvasás nélkül darabokra szaggatta a levelet, közben üvöltözött. Hazugság, hazugság! Az egyik úr a földre taszított, az egyik őr a földre taszított, és volt a rajtam töltötte ki haragját, addig rúdosabb, míg el nem állítottam. Ez nem jó. Na most elvileg akkor itt most már két flaska van, ha jól számoltam. Mindjárt nézzük.
Ember. Igen, egy flaska. És még egy flaska. Már csak egy kell. Szuper! Na, ez... Lehet, hogy nem kéne megtámadni. Ezzel még ide állok. Ha azzal odálltam, az a kőbánya, az akkor ezzel ide. Azt nem tudom megcsinálni. 10-10, et, mert azokból nincs. Palió meg is van. Tehát is kéne pénz. Holnak itt parasztok. Jó, ott vannak. Ennyi darab. Sereg, hát igen. Szkól. Balta. Igen. Ezt ne kapod meg. Akkor te is már ez is hiányzkodik. A sereg ez konkrétan gyenge. Kicsit valahogy föl kéne húzni. Még a másik vára például. Volt nehéz pedig. Mennyi paraszt volt? 500. Ó, de jó, és kaptam még egy salas flaskát. Tök jó volt csak. És akkor hogyan... Most ezért menjek vissza, vesszus. Nem hiszem el. Kéne viszont itt ott fejleszgetni. Ja, ide kéne menni a járfal. Mibe kerül ez? Ó, azt a rohadtul drága, bocsánat. Mondtam valami mást is. De rohadtul drága. Ja, valósan talán meg lesz. Ne kell lenni, jó? Ojej, tehát egy így basszus, ez már 600-es sörön. Thank you.
Basszus, hát de miért megy oda? Áj, basszus. Ezeket is lehet tudjuk venni, csak hát most így pár emberre meghalt, bár nagy része vissza is jött. Na, itt ezt. Na, ide még eljünk, aztán szalálni erről a helyről. Mondjuk ezt el kéne nagyon foglalni. Ja, meg ezt is el kéne majdani. Itt válcam. Nincs ennyi pénz, minden ember kiszedjék az a vicc a dologban. Ja, nincs hely. Ez itt a problém. Na, viszont itt most meg kell csinálni az erődet. Ez volt a célja. Tömlőzben tértem magamhoz néhány nap korábban testem, csak az uzadás és vérfolt a ruhámat elvették. Mellettem ült szalban szördájmerk voltak, rögtön a régens, de még nálam is a szalrapodban volt. Többek között az állkapcsolós eltört, így ritkán beszéltünk. Mintán több napot töltöttem már víz és élen nélkül egy nap, végre hoztak egy kis húslevest. Szolgálom egy pillanat, Michael most tartott az elején, még itt, amikor az őrlen figyelt, ingé belehúzott egy ökrömű disznóhús, amit rongyba csavartak. Gyorsan kezembe csúszott a csomagot, forsa, köldi, szültött a szolgálat. Köszönöm neked is neki is, mikor végeztem a lövessel a szolgálat, törölte arcomon rászaladt vélé részét. Van egy erős, mondta a nyolomra, hogy itt szolgálom egy szabály felállatolódva, átkeáltottam a szomszéd a cellába. Maradj erős, szöldár már, Lizander úr, hamarosan értünk el. Hát, reménykedjünk benne. Értünk el. Igen, azt még el kell foglalni. Ja, meg ide is akartam menni, basszus. Nem hiszem el. Annyi minden van itt. Hihetetlen. Itt mi van? De megjöttem a balisztát, hanem inkább az lesz, ahogy láttam. Azt a francos kösz észre se vettem. Hújj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 
Attól tartom. Hiiii, basszus. Nagy baj van, konkrétan.
Ajaj. Ajaj. Továbbra is problémák merültek fel. Jó. Mondjuk egy ilyet. Basszus. De mi a franc? Azt a rohagy. Igen, az a csapat lehetne egy kicsit jobb is. Az előbb leakadt, mint a franc, úgyhogy akkor most legalább kijavítjuk ezt a hibát, és nem arra megyünk. Ezt nem láttam sajnos. De egyébként lehet, hogy nincs rá szükség. Savas fiola. Akitom. Savas, oh yeah. Igen. Csak nincs rá annyi pénz, amely mindent megveszek itt. De elvileg most meg kéne legyen az a mennyiség, amit kívántak. Plac. 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 Na. Nem tudom, hogy akad az egy basszus a gép. Ez a Heroes 4 felvétel, ez még ennyi, szóval nehézkesen megy. Na hát akkor innen fogjuk folytatni a következő videóban, addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!